Sziasztok! A mai napra azt találtam ki, hogy közösen megnézzünk egy Brawl Stars videót, amiben vannak ilyen fajlók, vicces jelenetek, győzelmek, trollkodások, tehát mindenféle ilyesmi. Hogyha szeretnétek még hasonlót, hogy közösen nézegessünk ilyen Brawl Stars-os tartalmakat, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy lájkkal, és ne felejtsétek el, trollshop.operidark, onnan tudjátok megrendelni a termékeimet. És nézzük is azt, hogy Ro milyen videót készített, ez az ő videója lesz, ott lesz a csatornájának a linkje a leírásban. Tehát itt a kezdőképen már is láthatunk egy Bo-t, illetve egy Shelly-t, és ott bal alul, minthogyha lenne valami kis turpisság, de nézzük is. Oké. Eljátszadoznak egymással, és akkor a Bo úgy dönt, hogy kimegy, és rávezeti a Shellyt a saját szuperére, és így megölte. Oké, akkor itt vagyunk egy Brawl Ballban. Nagyon mennek itt a harcok, 15 másodperc, és egy hatalmas trickshattal sikerült megnyerni ezt a gémet. Itt most a Mortis kell figyelni valószínűleg. Igen, kettő, és még a gadgetet is elnyomta, és így mindenkit kinyírt. Kemény, nagyon-nagyon kemények ezek a gadgetek. Igen, gadget, jó. És még egy. Na, ezek nagyon szép killek. Na, egy kis flipper, és akkor egyből meg is ölte itt a... akit meg kellett. Öt gemet tudott így felvenni. És kivédi? Biztos, hogy kivédi, azért van benne. És innen vissza tudták hozni a srácok. Tehát, hogy hárman mentek rá már a gólra, és innen vissza tudták hozni. Azért durva. Igen, mit csinál? A cukor! Beleugrott pont a szuperbe. Oké. Hát igen, a Dynamite az így most megérdemelten. Vagy elrontja? És elrontotta! Úristen, mekkora fail! Ilyet miért csinál valaki? Amúgy ezt minden ilyen videómban elmondom amúgy, hogy amikor játszom is, hogy konkrétan vannak ilyen emberek, akik hú, hát most megmutatjuk, és pont akkor rontják el. Na! Az összes szupert elnyomták, létező mindent, és konkrétan 5 másodperc alatt elpusztították a másiknak. Igen. Az a Penny szuper az megérte ott. Ez, erre mekkora esély van? Tehát, hogy ezt szeretném kérdezni, hogy erre mekkora esély van, hogy így kapja el. Hopp. Hát jó, ez mondjuk egy sima gadget használat volt. És még így is ráfordul. Ezek a hangolávágások olyan nonsensek amúgy néha. Az is halott. Na ilyen komi van, Crow. Na most csinálj valamit. És csinált, hallod? Még mindig volt szuperje. Mi történik ebben a játékban néha? És beviszi. Penny 8 kills, tehát elvileg 8 killt fog csinálni. Egy. Ja, hogy double kill volt, hát akkor már 2. Instant. Oké. 4. 6. Mit csinál? Ez az ember egy vadállat. Ez a 7. És elvileg gondolom a csapattársát is megöli. Lehet, hogy csak a szuperje, és ott van 8. Hoppá, Sandy bealudt, vagy mi a helyzet? Igen, jön a Daryl is. Sikerült elmenekülni azért a szuperrel. Egy HP! Tuti megöli. Öt HP! Ilyet egyszer láttam már én is, hogy egy HP-val engem öltek meg. És nem voltam boldog. Nagyon durva killeket nyomnak amúgy itt. Ez a biztos, hogy már azért így magasabb szinten játszó játékosok. 2v1 Jackie ellen? És meghalt. És pont fölé lett a csapattársa. Amikor már azt hinnék, hogy nyertek, akkor jön a csapattárs. És levineli, biztos a B. Ó, az egy utálatos karakter. Beviszi? És pont nem vitte be. De begurult! Erre nem figyelni. Hát igen, ezek a fajlok, ugye? Watch out, John Cena! És ráfordult a Leonra! Csóró Leon! Kiment és az meghal. Hát igen, az leves. Nem kellett volna, de hát ugye más nem tudott csinálni. Jó, hogy hátra dobta. Hoppá, hoppá. Jó, ezek trollkodások. Igen, neki szuper, bám! És mindenki meghalt. Úgyhogy ott valaki nagyon jól járt ezekkel a power cube-okkal.
Hogy levédte amúgy? Siralmas. Az a Shelly, na mindegy. Az meg szerintem simán elkaphatta volna. Aha, az egy szép gadget használat volt. És így nyert. Nagyon jó nézni ezeket amúgy, hogy milyen trollkodások, meg ilyen funny momentek vannak, tehát például ez is. Na. Ez hány gadgetet tud használni amúgy, vagy milyen gyorsan? Persze az vágom egy 3, de hogy ilyen gyorsan lehet tudja nyomni a Dynamite. Aha, aha. Az mondja, meg lehet bajnok. Andrész, gyerünk! Mondjuk Power 20 az nem kevés. És lehozza. Az GG. Ez mondjuk tényleg GG szituáció volt. Bibi, gyerünk, mutasd meg, mit tudsz, bajnok. Ő is tudott sok mindent. Remélem nem rontja el. Nem, jó van. Be kell triksetolni azért, de nem rotott el. Semmi gond nincsen. Hogy forognak, pedig fölélet a társa. És remélem, remélem, hogy forog, és megöli. Ez az. Jó voltál, Brock. És kell, én is gyűlölöm, aki forog. Még az Ems ellen is nyer. Ja, hát így már biztos, hogy visszajött a Leon. Hát igen. Ezért kellett forogni, drága Ems, meg Frank, ugye? Vagy Frank volt? Nem is Frank volt. Csak most volt Frank, ugye, azt azért mondtam, hogy Frank. Na hát, 2v1. Aha, nagyon jó. Úristen, micsoda trickshotok mennek itt, srácok. Nulla power cube-on, hozzáteszem. 0 vs 17, meg 20, azt hiszem. Azért az nem semmi. És betrickshotolták. Itt mi történt? Tehát, hogy egészen idáig nem lőtt senki senkit. Elég érdekes. Az is egy szép trickshot. Jó sok trickshotot látunk amúgy a mai videóban, elég komoly. 12 másodperc. Nem álltak jól a kékek, de hát most már úgy látom, hogy eléggé összeszedték magukat. Vagy mégse? Nem. Most bukják el? Nem, nem bukták el. What? Pedig, na mindegy. Pedig tök úgy tűnt, hogy itt a végén már ugye visszabukják. Jó, 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 az... Halnak? Nem. Teleportálós gadget. Remek jó. Remek jó felhasználása. Tehát én már megjegyeztem, hogy nem szabad nagyon közel menni így a 8-bithez, meg ilyesmi, mert bármikor megjelenhet. Mármint, hogy így a szuperjéhez. Hát az a B halott. Gratulálok. Biztos, nagyon fontos volt rámenni amúgy az Ems-re. Így van. Ez szép, megérdemel, győzelem volt az Ems-től. Top 3 situ. Hát ja, Piper. Ugye? Igen. Nem erős karakter, ugye? Tehát véletlen se. Kicsit sem erős. Igen. Ott volt egy vágás, de mindegy, jó. Ez trickshotos volt. Ez is trickshotos. És ez is az lesz, ez is. Konkrétan mellette ment el, tehát ott a Spike mellett. Csak így, tudod, így elcsusszant egy picit. De ilyeneket hogy tudnak lőni? Esküszöm, nem értem. De az is, ha én lőttem volna, biztos vagyok benne, hogy megállt volna a Mortisba vagy valakibe. De hogyha más lövi, akkor természetesen nem áll meg. És ez is egy ilyet lő. Soha nem tudtam ezt megérteni, hogy ilyeneket hogy tudnak a playerek, de amúgy G tud a G, tehát hogy tényleg komoly, amit lehoznak itt. Pedig azért elég sokszor szoktam próbálkozni egy a Brawl-ball-lal. Na hát pontosan így szokott, elkapja a Dynamic. Mondjuk most már nem fogja elkapni, az érdekes. És igen, ennyi is volt a videó, amire tudtunk reagálni. Nos hát srácok, hogyha tetszenek az ilyesféle tartalmak, akkor azt mindenféleképpen jelezzétek egy like-el és egy feliratkozással. És remélem, hogy tetszett nektek ez a videó is, amit néztünk. És sok ilyen vicces jelenetet tudtunk közösen így megnézni. Találkozunk legközelebb, legyetek tagok, legyetek feliratkozók, legyetek áldás termékvásárlók, és legyetek jó nézők, úgyhogy kattintsatok az ezelőtti videóimra is. Találkozunk legközelebb, sziasztok!
Yeah.